sportosat. Híradónk vendégei Kollár Zsolt labdarúgó, a Reac utánpótlás edzője, valamint Árvai Márk, a Reac U13-as csapatának játékosa. Szervusztok, üdvözöllek benneteket! Szervusztok! Itt van egy játékos edző, ugye Zsolt, te még játszol a Reacban, de már edzősködsz is. Itt van egy játékosod, Árvai Márk, aki a hónap játékosa lett, ha jól tudom, ugye? Így van. Hónap játékosa választott a csapaton belül, mert a hozzáállása, a kiemelkedő munkabírása és természetesen szorgalma, ezt ebben jutalmaztam. Meglepődtél, Márk? Hát egy picit. Szerinted mivel érdemelted ki? Hát szorgalmammal, meg hogy meccseken való játékért. Hol játszol? Középpályást játszom, középen. Feladatod akkor a szervezés, labdaosztogatása, hát, a csatároknak? Igen, meg a forgatás. Ha jól tudom, ti egyel nagyobb korosztályok között játszatok, igen, ugye? Ahhoz képest a csapat a harmadik, negyedik helyen áll, ha jól tudom. Hát, igen, és azért, mert meccseken jól szoktunk játszani, de néha szokott lenni ilyen, hogy mondjam, csúszás, hogy nem értjük meg egymást, meg nem vagyunk ott fejben. De hát még van idő. Rossz egyébként, vagy nem rossz, hogy idősebbek ellen kell játszani? Hát jó is szokott lenni, mert tanulunk a hibáinkból. Ők keményebbek? Erőszakosabbak? Hát valamivel igen. Van úgy, hogy féltek az ellenféltől? Hát ők nem szokott olyan lenni. Nem? Vissza? Ti is oda léptek, hogyha oda lépnek nektek? Hát oda szoktunk lépni, de nem úgy, ahogy ők. Óvatosabban. Igen. Meggondoljátok, hogy... Hát, hogy hogy csináljuk. De mégis elég jól álltok a bajnokságban. Ez minek tudható be? Hát... Jól szoktunk játszani. És... Hát... csapattársak. Jó a csapat? Hát... Valamikor igen, valamikor nem. Márk, mióta futballozol? Hát úgy 7 éve kb. És egyértelmű volt, hogy futballozni fogsz? Igen. Mert? Hát mert szeretek rugdosni, meg a labdát is eléggé szoktam. Édesapád, ő nem futballozott? Hát de egy picit, de utána már nem. És akkor irány volt a Reac? Igen, már ott kezdtem. Ott kezdted. És komorat is a Reacnál egy darabig akkor, ugye? Igen. És az a hír járja, hogy nem csak jól futballozol, hanem jól is tanulsz. Igaz ez a hír? Hát, igaz, jól tanulok, de nem mindig. Valamikor nincs kész a házi, meg órákon beszélgetni szoktam. Na tessék. Társai tudják, hogy futballozol? Tudják. És irigykednek rád, amikor jól megy? Nem, szoktak járni a suliból is, ugyanúgy a Reacba is, csapattársak ők is. Értem. Zsolt, van jövője ennek a fiatal embernek? Én úgy látom, hogy van jövője. Márk azért szűkszavú volt egy kicsit a játéktéren. Tényleg nagyon ügyesek, kombinatívak. Van 10-11 játékosunk a csapatban, akire azt mondom, hogy van jövőjük. Abban 4-5 ember kiemelkedik a saját korosztályába is, de mindenképpen van jövője. Ha ez komolyan veszi, és töretlen lesz a fejlődés a Márknak, én úgy érzem, hogy lehet belőle futballista, ballábas, minden képessége megvan hozzá, esze megvan hozzá. Tehát csak rajta fog múlni, természetesen azon vagyunk, hogy segítünk mindenbe, amiben tudunk, minél följebb és följebb lépjen a ranglistán. Biztos olvasod az újságot, tehát tudod, hogy most nagyon nagy téma a magyar utánpótlás. Igen. Egyes hírek szerint ugye ott lett annó elrontva a magyar labdarúgás. Igen.
Itt most van egy fiatal ember, aki jól játszik, fiatal, tehát még formálható, mindamellett jó fejű, jó eszű, hiszen iskolában kitűnő tanuló, tehát még az sincs, hogy jaj, ügyes, de hát csavarog. Itt most minden úgymond klappol. Mi kell ahhoz? Hol lehet elrontani egy ilyen fiatal embernek a pályafutását? Hol rontjuk el? Tehát mi a gond az utánpótlásnál? Hát ez egy összetett dolog, ebbe annyira nem is mennék bele. Itt minden, tehát fiatalok, én úgy érzem, hogy a hozzáállásuk is, az otthoni háttér is, tehát minden kicsit másabb, mint ugye régen mindig ezt mondjuk. De én úgy érzem azt, hogy, tehát úgy érzem, hogy csak így van jövő, hogyha a gyerek is akarja ezt. Tehát nem elég az, hogy mi akarjuk, a szülő akarja, ezt a gyerek is akarja. Legtöbbször a szülő akarja, nem is a igen, gyerek. Igen. Márk nálad? Nem, én úgy érzem, hogy ő teljesen ott persze van. Mondjuk az, aki még a szülők nincsenek otthon, a testvérével ugye futballpályát csinál a lakásból. Nem, úgy, tehát én úgy érzem, hogy persze mi is legnagyobb felelősség rajtunk van, de ahhoz kellenek ők is, kellenek a szülők is, kell egy olyan klub, ahol töretlenül tud fejlődni a gyerek. Mindig ezt mondtam nekik, a szorgalom az rajtuk múlik, hogy tudnak szorgalmasak. A Real utánpótlásánál itt adott minden? Tehát ahhoz, hogy tudjon fejlődni? Adott, teljes mértékben adott minden. Tehát minden, létesítménytől kezdve a szerelésig, a labdáig, tehát én megkérdezhetjük a gyerekeket is, szerelés, mindenük megvan. Itt egyetlen egy dolog van, ha kijönnek edzésre, akkor élvezzék a játékot, akarjanak fejlődni és szeressék a labdarúgást. Onnantól kezdve pedig a tehetség megvan bennük, már pedig a 19-ből 10-11 embernek ott van a tehetsége. Uh-huh. Ezen próbálunk segíteni mindenképpen, és vevőkre a gyerekek. Uh-huh. Tehát ez a legjobb dolog. Nyilván azért gyerekek kamaszodnak, vannak hibák, nem odafigyelések edzésen, de jó úton vannak, én azt mondom. És még itt jelen esetben még az sem áll fent, amit ugye elő szoktak hozni a kritikusok, hogy olyan utánpótlás edzők vannak, akik nem tudják megmutatni, hogy mit is kell csinálni a labdával. Biztos olvastad, nem is olyan régen ilyen kritikák, de hát például itt vagy te, aki még aktív labdarúgó, ugye, és a NBA-ben is játszottál. Tehát ilyen probléma szintén nem lép fel itt. Hogy... Hát hál' Istennek nem. Azért én úgy gondolom, hogy egy edző legyen hiteles. Ez tényleg egyébként ez egy fajsúlyos probléma, hogy az edző nem tudja megmutatni? Én másképp láttam, de lehet, hogy nem tudom, én nem tapasztaltam ezt. Tehát én hál' Istennek egy fiatal kollégák vagyok körbevéve, akik labdarúgó múltra rendelkeznek, tudnak bánni a labdával. Én a magam részét tudok csak beszélni, hogy be tudom mutatni gyakorlatokat természetesen. Úgy érzem, azért kicsit föl is nézek rám a gyerekek. Hát akarod most kérdeni, hogy elkápráztatod őket? Hogy... Hát beszoktam szállni, játszani, ez természetesen meg kell mutatni, hogy tartja a lábfejét, hogy rúgjon, hogy vegye. Márk, van olyan, amit el szeretnél tőle tanulni? Hát a csavarás, azt. A csavarás mi? Hogy csavarja a labdát, amikor kapura lövés? Hát hogy megy. Aha. És szóltál már, hogy tanítson meg külön? Nem. Na tessék. Nem, hát szoktak kijárni meccsünkre, én nem teszem kötelezővé, de örülök, hogy ott vannak. Uh-huh. És hála Istennek azért a csapat nagy része mindig ott van, és ők mindig el vannak olvad a szaladrugásoktól. De ez a jó. Kellene, hogy lássák, így van, és így próbálják. Van. Csak így lehet. Én azt mondom, hogy azért hitelesnek kell lenni egy edzőnek. Ezen vagyunk, ezen dolgozunk, hogy ez még jobb legyen. De akkor ezek egy plusz teher is. Mert ugye... Példát kell mutatni, egyértelmű. Tehát ez nem teher nekem, ez nekem tényleg egy öröm, imádom a gyerekeket, imádom a futballt. Jó, csak neked erre is oda kell figyelni, hogy persze. Akkor sem játszhatok rosszul, hogyha éppen rossz napon van, mert nem lehet. Igen, ez egy jó kérdés, mert mindig van az emberben, hogy kim vannak a gyerekek, oda kell figyelni, természetesen azért példát kell mutatni, nyilván azért ez nem mindig sikerül, mert az ember azért a futballban van, akkor... Tesznek néha megjegyzést edzésen? Vagy diplomatikusok a fiatal emberek? Hát most tavaly év az jó volt, mert ott hál' Istennek nagyon sok volt rúgtam, és akkor kim voltak, és akkor mindig hétfőn mondták, láttam a szép gólját Zsolti bácsinak, de nem szoktak, tehát így kritikákat nem tesznek. Inkább amikor győzelem van, akkor gratulálnak. De hát mindig mondtam nekik is, hogy a vereségből is lehet tanulni, tehát ez így működik. Jó edzősködni? Nagyon. Megérte belevágni? Nagyon.
Mert ugye, ugye nem most vágtál már bele. Nem. Hány éve is? Hát én már 7 év. Tehát 20-valány évesen már akkor csak elkezdtem. Jó, de igen. Már akkor is még csak 20-valány éves voltál. Igen, akkor voltam 7 éve, nem mondom, hogy hány éves voltam. Jó, de hát... Akkor csak belevágtam, igen, utána kitértem Ausztriába, és most másfél-két éve itt vagyok a Reacnál, és nagyon borzasztóan szeretem. Tehát nagyon nem tudnám most így másba elképzelni magamat. Szeretném azt átadni, amit 20-21 év tapasztalata volt, és tényleg... Tehát jó dolog gyerekekkel foglalkozni, nagyon jó dolog. Mennyien tudják meg, hogy Koller Zsolt akár a ja, Vasasban is játszott az NB1-ben? Mennyien tudják? Igen. Hát nem volt hosszú pályafutásom a NB1-ben, de azért tudják szerintem. Inkább NB2-ben nagyon sok meccsem. Nem bánt, hogy fél szezon jutott, vagy mennyi a Vasasba az NB1-ben? Hát azért bánt a dolog. Én MTK-ban nevelkedtem. Ott voltam 17 éves koromig, kijártam az utánpótlást végig. Akkor még nem volt Sándor Akadémia, ugye? Nem, akkor nem volt. Utána még egy tartalék csapat volt, akkor kiöregettünk ifiből, és ugye akkor az a korosztály volt, az a Lőrinc, Emil, Halmai, Illés Béla, ez a korosztály volt a felnőtt csapat, de nagyon nehéz volt oda kerülni. És te alattuk voltál akkor? Én alattuk voltam, igen. És akkor így kölcsön adtak NB2 felnőtt csapatba, hogy erősödjek a Kecskemétre. És akkor onnan indult el végig, és onnantól kezdve NB2-be végigjátszottam, és utána tértem vissza Vasashoz egy másfél évre. És miért nem sikerült megragadni az NB1-be? Nem akartál, nem volt ajánlat, vagy? Nem tudom. Lehet, hogy akkoriban nem voltam akkora tehetség, nem tudom. Nehéz ezt. Szoktam ezen is gondolkodni. Nem voltak ilyen lehetőségek az időben, menedzselés fiatalon. Saját magának kellett az embernek az utat kijárni. Nehéz volt, szorgalom megvolt, alázat megvolt a futball iránt mindig, tehát az nem lehet elvenni tőlem, tehát mindig ezt mondom a gyerekeknek is, hogy annélkül nem fog menni, alázat nélkül nem megy ez a játék. Lehet, hogy nem volt szerencsém, ezt is lehet mondani. De amit elértem, azt a saját erőmből értem el, én erre meg büszke is vagyok mindig. Meg a családom segítségével, tehát akik támogattak a futballba. Kipróbáltam magam Ausztriába is, tehát a külföldön is voltam, ott is jól éreztem magam, ott is nagyon jó volt, megbecsültek, de hazahúzott a szív azért, az edzősködés, a hazai légkör hazahúzott. Nem tudom, nem, szoktam ezen gondolkodni, de most már kár ezen gondolkodni. Igen. Akkor ilyen régóta benned van edzősködés? Ez így jött magától, vagy? Volt bennem, igen, egy... Barátom kérdezte, hogy nincs-e kedvem edzősködni, még anno a Lángvasasnál, mondtam, hogy megpróbálom. Akkor is 14-es gyerekekkel voltam, és nagyon megszerettem őket, nagyon megszerettek ők is engem, és ezen az úton indultam el, és innentől kezdve úgy alakítottam az életemet, hogy próbáljak ezen tovább dolgozni, és gyerekekkel foglalkozni. Akkor 17 évesekkel is foglalkoztam, tehát de jó dolog. Melyik korosztályjal jobb foglalkozni? Azt mondják, ez a 12-13-as korosztály, ez nagyon hálás még. Ez még tényleg úgy ott van az emberen és figyeli minden mozdulatát. Ezt nem lehet így kijelenteni, hogy melyikkel jobb. Én mindegyikkel nagyon szeretem dolgozni. Nyilván őket is nagyon imádom, élvezem a 17 évesek, az ifistákkal is. Én úgy érzem, mert fiatal vagyok, még közös hangot megtaláljuk. Egy a lényeg, hogy egy jó közösség legyen, élvezzük az edzéseket, együtt legyünk, és ott természetesen fejlődés, hát az egyértelmű. Igen. Így nem merem kijelenteni, hogy melyiket szeretem jobban, de a gyerekekkel imádok dolgozni, tehát az szenzációs. Benneteket mennyire foglalkoztat, hogy a nagy csapat éppen csak az NB3-ban szerepel? Hát így nem tudom. Hát engem foglalkoztat, hogy belőlünk mi lesz. Felelősség újabb ott van nyakatokon? Most te rád gondoltam, mert ugye látod, igen, hát mindenki ugye szeretné látni egy egyszerű perspektívát, ugye az, hogy most egyszerű az, hogy megidősödöm, feljebb lépek, elérem a felnőtt kort, és egy jó lenne NB1-be futbolozni. Így van. Mert ha nincs perspektíva, akkor ugye... Nyilván azon vagyunk természetesen, most NB3-ban ugye a felnőtt csapat, most
ugye a helyezés alapján a bemaradás a cél. Tavaly is megcéloztuk a feljutást, közel voltunk hozzá. Nyilván azon van a klub is, hogy minél magasabb szintre lépünk, mondjuk NB2-be, nekik is jobb bajnokságba kerülnének, jobban tudnák fejlődni. Ezen vagyunk. Természetesen próbáljuk, én is azért próbálok segíteni a felnőtt csapatnak is. Nekik is az lenne, hogy csak jobb NB2-es meccsre járni, NB1-es meccsre járni. Ők is jobban acélosodnának. Így van. De még egyszer mondom, azon vagyunk, hogy ez minél feljebb, akár jövőre is jobb úton legyünk ezen. Meddig fogsz még futballozni? Én nem érzem magam annak, amennyi vagyok. Uh-huh. Tehát itt a szervezettől függ. Én megcsinálok mindent, ott vagyok minden edzésen. Próbálok példát mutatni a fiataloknak, úgy érzem, hallgatnak is rám. Ameddig az egészség, az a legfontosabb, az egészség engedi. Uh-huh. És most lekopogom, hála Istennek, nincs semmi minden gond. Minden rendben van. Minél tovább. Uh-huh. Mert ezt egyszer nem lehet megunni. Edzői papírral hogy állsz? Hát ez a D-licensz. Most le kell raknom a C-licenszet, és utána jelentkeznem kell a B-licenszet. Természetesen ott ez folyamatos. Ez folyamatban akkor tanulás, ezt már... Tanulás, persze. Ezt már elkezdted akkor folyamatosan, persze, akkor nyomod muszáj, akkor. Muszáj. Tehát nincs megállás. Nincs. Ezért élen nincsen. Hát muszáj. Igen. Tehát akkor mindenképpen akkor edzőként fogod majd folytatni. Hát én nagyon szeretném. Nagyon szeretném, ezen az úton indult el az életem, ezen szeretném, hogyha a folytatódna is, aztán meglátjuk, hogy mit fog hozni az élet, ezt nem lehet előre. A Riac utánpótlás csapatából lehetne egy nagy márkás nevet csinálni? Tehát úgy, mint vannak Sándor Akadémia, stb. Tehát lehetne itt is egy olyan, hogy azt mondják, hogy igen, ide érdemes elhozni, ide akarom elhozni, mert ez egy jól csengő név. Igen, hát ez egy összetett dolog, tehát ez nyilván a háttér, az az elnök úrnak a feladata, a támogató feladata, de a gyerekek, a tehetségek megvannak hozzá. Nyilván divósabb lenne az, hogy egy Reac Akadémia, akkor nyilván jönnének a gyerekek, de ez mi is kellünk, még egyszer mondom, hogy ne NB3 legyen. De pályák? A pályák adottak, műfű, stadion, még egy műfű, Vasgolyó utca, kis műfű. Tehát, ugye ott az iskolával ott van egy van, szoros így kapcsolat, ugye az iskola ott van a Reac pálya mellett egy méterre, tehát végül is minden adott minden ahhoz, adott, hogy... Minden rendben van, itt még egyszer azt mondom, a háttérben nem szoktam, meg nem is az én feladatom beleszólni. Akkor lehet, hogy már csak a kirakat csapatnak kellene jobban szerepelni, és itt a rátó gondolok? Így van. És akkor lehet, hogy akkor... Igen, ez ki kell mondani, nincs elvetítő, hogy nekünk kell ez... jobban szerepelni, följebb kell lépnünk, NB2, szépen menni fölfele. És akkor az utánpótlást is, így akkor így akkor húzzuk fölfelé, húzzátok fölfelé akkor. Természetesen. Mi a gond, hogy most kiesés? Nem tudom, ott vagytok? Most a kieső helyen vagytok még? Most sajnos a kieső helyen vagyunk még, igen. Hát összetett dolgok ezek is. Ugye beszélgettük már ezt a adás előtt, hogy nem úgy sültek el a dolgok, ahogy szerettük, hogy tavaly harcoltunk a feljutásért, közel voltunk hozzá, egy kicsit lecsúsztunk. Akkor nyáron próbáltunk erősíteni, azok se úgy sikerültek az igazolások. Egy kicsit besültünk az elején a kezdésnél. Uh-huh. De az az igazság, hogy erősödünk kéne. Nyilván kellenek minőségi játékosok. És ez erre van lehetőség télen? Hát bízom benne. Nem tudom, hogy gondolkodik az elnökség. Uh-huh. Bízom benne, hogy sikerül azért 3-4 olyan játékost hozni, aki erősítés lenne. És természetesen annak is örülnék, hogyha azért fiatalok fölkerülnének hozzánk, mert van 3-4 olyan tehetséges játékos, akit be lehetne építeni, uh-huh, a csapatba, és szerintem azon is lesz a vezetőség, hogy ezt megtegye. De kellenek 3-4 játékos, tehát annélkül nehéz. Nem lehet az, hogy 18 fiatalra kiállok egy NB3-ba, mert azért az NB3 ez nem az az NB3, ami tavaly volt, vagy tavaly előtt volt. Itt azért nagyon-nagyon erős mezőny van. Úgyhogy én bízom benne, hogy egy jó felkészülés és egy jó csapategységgel nekivágunk a tavasznak, és jól fogunk szerepelni, és én a középmezőnybe várom most, uh-huh, jelen pillanatban, ha sikerülnek az igazolások, és a csapategységünk megmarad. Egy jó felkészüléssel középmezőnybe szeretnék bejönni, és akkor jövőre majd lehet megint beszélni, hogy megcélozni talán az NB2-t, mert csak így tudunk előrébb lépni. Hogy jártok játékosokkal például az U13-osnál? Van elég játékos? Tehát ez az a korosztály még, ahol még nem okoz gondot, hogy ki játszon? Rengeteg játékosunk van, ugye most a mi korosztályunkról beszélek, mi 19-en vagyunk. Természetesen szeretnék, én nagyon szeretnék játékosokat még,
mert minden, valahogy lehet játékosokból bármit kihozni, természetesen kell hozzá tehetség, adottság, de a 19-ből én azt mondom, hogy most ilyen 10-10, akire hogy kiemelkedik a tehetség, a többi nagyon szorgalmas, rengeteget fejlődött most másfél év alatt, de kellenek még, tehát nagyon nehéz játékosok, azért van Oving, ugye, van kisebb korosztályunk, akik be fognak érni, most jelen pillanatban ennyien vagyunk, szeretnék, járjuk az iskolákat, beszélgetünk, nézzük a tehetségeket, de minél többen szeretnénk, hogy jönnének. Márk, haverokat nem küldöd? Nem hívott futballozni? Nem az iskolából, mert ugye az adott, hanem otthonról, az utcáról, térről. Hát otthonról nincs olyan sok, iskolában inkább több van, mint a utcáról. Uh-huh. Melyik csapatnak szurkolsz? Amúgy, világon? Uh-huh. Igen. Barcelona. És itt Magyarországon? Magyarországon, hát Reac, meg a Újpest. Meg Újpest. Hát közel van végül is. Közel vannak. Nézed gyakran a futballmeccseket tévében? Szoktam nézni meccseket, de külföldit többet. Akkor külföldi példaképed is van ezek szerint? Van. Mégpedig? Messi. És? Leszel te is olyan? Remélem, hogy leszek olyan, mert akkor lenne sok pénzem, jó játékos lennék, és... Imádod a futballt? Szeretek focizni, mert ki is lehet kapcsolódni, lehet szórakozni, de fejlődni is kell, meg a labdát is sokan szeretjük. Én jól mondtam, otthon is szoktad néha rúgni a bőrt. Szoktunk, csak gumilabdával. Gumilabdával. Meg azzal az üvegre vigyázunk. Akkor most szünet van, ugye? A gyerekeknek nincs most edzés, vagy van de még? Edzünk még. Hát ma van az utolsó tréningünk. Aha. Lesz egy kisebb évzárót csinálunk, de holnap még egy 10 játékossal elmegyek Debrecenbe egy kétnapos teremtornára nemzetközire. Na, az. És akkor végül is vasárnaptól van egy 3 hét szünet. Uh-huh. Nem akarok több szünetet, mert az sok a gyerekeknek. Január 6-án kezdünk, és megkezdjük a felkészülést a következő szezonra. Teremtornát szereted? Ugye más parkettem hát, futballozni. Igen. Hát azt is szeretem, de a füves tornákat az jobban. Mert ott a teremnél, ha becsúszol, ott meg kicsi a hely, a kapuk. Ilyenkor mi a cél? Lementek, jót játszani, vagy eredmény is fontos? Nagyon fontos. Csak ennyi, hogy... Én mindig azt vallom, hogy tényleg a gyerekek szeressenek lenni játszani. Érezzék jól magukat. Természetesen azért fontos az, hogy játszunk, ott van a labda. A teremben más, gyorsabb a terem, mint a nagypálya, kisebb ugye a pálya technikája. Más képességet is persze, gyakorolnak. Nagyon fontos ugye egy-két érintővel cselezni. Igen. Tehát én azt mondom, hogy két napra most menjünk el így először. Na, akkor nekik ez nagy élmény lesz. Hát így együtt igen. Izgulsz? Bízom benne. Hát, nagy élmény lesz. Nem. Azért egy nemzetközi torna lesz, tehát azért 110 csapat lesz, tehát jó kis derbik lesznek. De az a lényeg, hogy együtt legyünk, kicsit kovácsolódjunk, és élvezzük a játékot, ez nagyon fontos. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Köszönjük. További sportosat. Yeah.